Húzza, kisasszony, legyen szíves, olvassa fel, amit eddig lediktáltam. Igenis, igazgató asszony, már is. Hagyja csak a gépben, úgy olvassa fel. Nagy tiszteletű, méltóságos úr, nagy örömmel tölt el engem. Nem jó. Itt álljunk meg, és írja újra. Nagy és áradó örömmel tölt el engem. Igen, így jó lesz. Kezdj el, öröm! Nagy tiszteletű, méltóságos úr, nagy és áradó örömmel tölt el engem, az iskolatan testületét és a tanulói ifjúságot, hogy megtisztelte-e jelenlétével iskolánkat. Látogatása emlékére egy fát ültettünk az iskola udvarán, amely eddig diktálta igazgatóasszony. Amely évtizedek múlva is. Húzza, kisasszony, nézze meg ki az. Igen. El nem tudom képzelni, kizavarhat ilyenkor. Teljesen kizökkentett a gondolatmenetemből. Évtizedek múlva is. Itt van egy jó nagyságos igazgatóasszony alkalmazása. Meg lett mondva, miszerint a szülőknek meghagyandó, hogy csupán hivatalos órákban érdeklődendő tanügyben, mint vasár és ünnepnap kivételével minden szerdán és szombaton. Csak hogy ez nem szülő. Tanuló? Nem gondolnám, kérem, idősebbnek látszik. Nem szülő, és nem tanuló. Hát akkor mi? Azt mondjam csak, hogy Wasserko? Hogy néz ki? Olyan ostoba féle ábrázata van. Érzem, akkor valamelyik tanfelügyelő lesz. Bocsássa be, legyen szíves. Én csak ezt hiányzom. Jó napot! Mit kívánj? A Wasserkot vagyok. Nem ismer meg az igazgató asszony? Nem. Úgy látszik, megváltozta. A könyvekből majd úgy is kiderül. A könyvekből? Ámbától? Igazgató asszony, kérem, én vagyok a Wasserkopf. Kétségtelen, viszont mindazonáltal. Már nem emlékeznek a nevemre se. Vagy legalábbis úgy tesznek, mintha nem emlékeznének. Okuk van rá eltusolni engem. Én ide jártam iskolába 18 esztendővel ezelőtt. Nincs kizárva, miszerint lehetséges. És most mit kíván? Lújza kisasszony, keresse elő az okmányait. Talán bizonyítványmásolatra van szüksége? Nem kell nekem a maguk bizonyítványa, azt is visszahozom, amit kaptam maguktól. Másért jöttem én ide. De azonban... Tekintetes igazgatóság, mint ennek az iskolának volt növendéke, van szerencsém tisztelettel visszakérni a tandíjakat, amelyeket ezelőtt 18 esztendővel befizettem. Visszakéri a tandíjakat? Igen, és visszakérem a tandíjakat. A gazdag ember volt, nem mondom, itt hagynám maguknál, legyenek vele boldogok, ott tegye meg a fene az egészet, de két napja nem volt egy meleg kanál a hasamba. De nem értem, minő alapon? Minő alapon? Azon az alapon, hogy engem rosszul tanítottak a pénzemért. Azon az alapon, hogy nekem bizonyítványt adtak, hogy tanultam valamit a pénzemért, és kiderült, hogy nem tudtam semmit a pénzemért. De nem értem mégse. Micsoda ötlet? Csak hagyja maga az ötletet. Olyan jó ötlet az, hogy nekem magamnak nem is juthatott volna eszembe. Hála a maguk tanításának, amitől ilyen érhetetlen szamár lettem. A Csetovics barátom adta a tippetet fél órával ezelőtt. Csetovics? Az bizony. Fél órával ezelőtt a körúton sétáltam, és azon gondolkodtam, onnan szerezhetnék egy kis pénzt, mert nincs egy fityingem se. Találkozom a Csetovicssal, mondok, hogy van Csetovics? Mondja, köszönöm jól, megyek a bankba beváltani a részvényeimet, amiket a tőzsdén nyertem. Mondok, mi az, hogy tőzsde? Mi az, hogy részvény? Erők. Ha te ezt nem tudod, akkor semmit se tudsz. Kérd vissza az iskolapénzt. Azzal a sarkon fordult, és ott hagyott. Ennyi, én megmondom, ezt te meg lehetne csinálni? Igaza van neki-e? Hát megfordultam, és eljöttem ide, és kérem a tekintetes igazgatóságot, tessék nekem visszafizetni az iskolapénzeket, mert én nem tudok semmit. De igazán, ilyen esetem még nem volt. A Csetovics azt mondta önnek. Az bizony. Az én jó barátom, a Csetovics, az adta a tippet. Ha itt megkapom a pénzemet, veszek neki valamit. Veszek én. Miféle pénz? Csak nem gondolja ezt komolyan. Nem gondolom komolyan? De még milyen komolyan gondolom? És ha nem kapom meg az igazságomat, felmegyek a minisztériumba, a föltörvénybe. Bepörlöm az egész mindenséget, azt a keserves micsodáját, hogy az ember zsebéből kihúzzák a pénzt, azt nem tanítják meg semmire. Aztán most itt állok vénszemállétemre, és nem tudok semmit, pedig iskolát jártam. Ez őrült. Jó
jó, kedves Wasserman, Wiesfej, Wasserkopf úr, csak tessék nyugodtan elmenni, majd megvizsgáljuk az ügyet. Csak tessék sietni az ügyjel, és én bizattig innen nem mozdulok. Míg ezt nekem el nem intézik, engem itt tanítottak a pénzemért, hogy tanuljak valamit. És kiderült, hogy nem tanultam semmit a pénzemért. Nekem jusson valahoz a pénzhez! Hát honnan gondolja ön, hogy ön nem tud semmit? Az már nem az én dolgom, hanem az önöké. Tessék behinni a tanarakat! Akarom mondani szamarakat, vizsgáljanak meg! Az eset nagyon nehéz. Viszont kegyed vizsgázni akar? Igenis, újra akarok vizsgázni. Engem egy keresztül engedtek a vizsgán, pedig nem tudtam semmit. Nyilván tehát meg kellett volna buktatni. Engem így félrevezettek. Kiírom az újságba, hogy itt hogy vizsgáztatnak. Tessék engem pótvizsgára ereszteni, mert az elsőn átjöttem. Az érvénytelen. Tessék engem újra vizsgáztatni, és azon jól megbuktatni, és visszaadni a pénzemet. Szerint kegyed vizsgázni akar? Azt én, jogom van hozzá. Az eset nagyon nehéz. Még nem volt soha ilyen esetem, nem tudok kiokoskodni. Meg kell kérdeznem a tantestületet, be fogom hivatni a konferenciát, tessék addig kimenni az előszobába és várakozni. Csak tessék sietni, mert nincs sok idő. Szörnyűség. Mi lesz ebből? Túlza kisasszony, legyen szíves, hívja be Horniák tanárnőt, Horniszó tanárulat, Recege tanárulat és Merete tanárulat. Rendkívüli konferencia lesz. Igenis. Azért hívattam a kedves kollégákat, miszerint egy rendkívül kényes ügyet terjesszek a tantestület elé. Miszerint, kedves kollégák, jó napot, kedves kollégák, jó napot, foglaljanak helyet. Jó napot, helyet, legyenek szívesek. Üljenek le. A konferenciát megnyitom. Azért hívattam a kedves kollégákat, miszerint egy rendkívül kényes ügyet terjesszek a tantestület elé. Megjelent nálam egy Wasserkopf nevű volt tanulója az iskolának, aki a tanügyi szabályzatban eddig elő nem forduló páratlan esetet jelentett azon kérelemmel, miszerint hallatlan dolog, hallatlan. Mi történt? Ez az ember visszakéri az iskolapénzt. Visszakéri? Azzal a megokolással, hogy ő nem tud semmit. A kollégák véleményét óhajtom meghallgatni erről a páratlan esetről. Tisztelt konferencia! Szerint a kérdés fizikai képtelenség. Az energia megmaradás elve alapján minden tanuló tudásából időre annyit veszik, mint amennyi az intézményből kiszorított tanár véleménye ebben az ügyben nyom. Az újkor története hasonló esetet nem ismer. A burbonokról mondják, hogy nem tanultak és nem felejtettek semmit. De azért nem pörölték a kincstárt, mikor tudományok következtében a forradalom 1792-ben kitört. Az a kérdés, a tőkét követeli-e, vagy kamatos kamataival az egész összeget, amennyire azóta felnövekedett, mert ebben az esetben... Hol fekszik az az ember? Kint vár az előszobában. Azt akarja, hogy bocsássuk őt pótvizsgára. Kérem a kollégák véleményét erről nézve. Tisztelt konferencia! Véleményem szerint nem veszítünk vele semmit, ha a Wasserkopf volt tanulót pótvizsgára bocsátjuk. Lehetetlennek tartom, hogy megbukjék és ezzel minket anyagi komplikációk elé állítson. Az illető azóta sok mindent megtanulhatott az életiskolájában, csak arra kell vigyáznunk, hogy ne terheljük meg őt túl nehéz kérdésekkel. Úgy látom, itt egy rendkívül ravasz emberrel állunk szemben, aki mindenáron kompromittálni akar minket, és pénzhez akar jutni. Lehet, hogy egy konkurens magániskola küldte ki? Ki kell fogni rajta? Hogy gondolja ezt, kollégina? Nagyon egyszerűen. Támogatnunk kell egymást. A cél az, hogy Wasserkopf úr semmiképpen meg ne bukjék. Mert ha Wasserkopf úr valamire nem tud felelni, akkor mi buktunk meg, és ő nyert. Ezt lehetetlenné kell tenni. Tartsunk össze, kollega, nehogy országos tanügyi botrány keletkezik ebből a kínos esetből. Akármit felel Wasserkopf úr, be kell bizonyítanunk, hogy jól felelt.
Én vállalom, ha megbíznak bennem. Kérem az igazgatóasszonyt, vezettes elő a vizsgázót, mi pedig bánjunk vele nagyon csínyán. Nem lesz valami baj belőle? Én csak az újságok miatt félek. Tessék csak ránk bízni. Lúza kisasszony, legyen szíves, engedje be Vasszerkov urat. Igen. Tartsunk össze, kollégák. Isten hozta! Isten hozta! Szervusztok, csak üljetek le, taknyosok! Mit képzel? Ez felháborító. De ez a modor... Ez a modor annyit jelent, hogy Vasszerkov úr nagyon jól ismeri ennek az intézetnek régi patriarkális stílusát. Tisztában van vele, hogy az iskola ebben a formájában már a klasszikus középkorban is fennállott, amikor tanár és tanítvány kölcsönös szeretetben éltek és tegezték egymást. Nyilván erre akarja felhívni a figyelmünket. És ez a kedves figyelem annyira jól esik minnyájunknak, hogy azt hiszem, nem találok ellenvetésre, ha indítványozom, hogy ön maga viseletből Vasszerkov tanulót, mint akit, ahogy értesítettek minket, vizsgázni óhajt nálunk, még a vizsga előtt átengedjük kitűnő osztályzattal. Helyes, helyes. Úgy van, és azt mondja, maga viselet kitűnő. Na jó. Fütyülök az egész tantestületre. A maga viseleten nem múlik. Tessék engem jól megbuktatni, kiadni a pénzemet, a többi nekem bus. Hiszen erről van szó. Az ön méltányos kérését a tantestület bölcs határozata elé bocsájtottam, amely úgy döntött, a vizsga megejtendő, és az eredményétől teendő függővé, vajon igényjogosult-e, vagy sem. Méltóztassék ezt tudomásul venni. Másul, másul! Gyerünk a farbával! Nekem a pénz kell! Kérdezzetek, tanára! Akarom mondani szamara! Kíváncsi vagyok, ki lehet-e belőlem húzni egy értelmes feleletet? A vizsgát ezennel megnyitom. Első tárgy történelem. Kérjük Recege tanár urat, kezdje el a vizsgázó kikérdezését. Parancsőr helyet foglalni előtt úr. Ne egy meleget! Igen, nagyon kitűnő. Vasszerkov úr ezúttal azt akarja közölni, hogy hajlandó a nehéz, fárasztó vizsgát egyenesen állva, csipőretett kézzel kiállani, megkímélendő bennünket attól, hogy később tornából is le kelljen vizsgáztatni. Indítványozom, hogy tornából jeles minősítéssel eresszük át az igazgatóasszony, mint tornatanárnő beleegyezésével. Helyes, helyes, tornából jeles. Na jó. Kifogtak rajtam most az egyszer. Ne féljenek, most már jobban fogok magamra vigyázni. Na mi az, tanár úr? Nem készültél? De igen, tessék csak várni. Persze, nem tudsz elég könnyűt kérdezni, Recege. Mindig is ilyen hülye voltál. Mondja meg nekem a vizsgázó úr, meddig tartott a 30 éves háború? Vagyis akarom mondani, nem tudom. Csak tessék felelni, tudja ön biztosan. Akármit, tessék felelni. 30! Igazgató asszony, kérem, így nem lehet vizsgázni, a pemete mindig súg. Tanár úr, el fogom távolítatni. Ugyan kérem, hiszen a jelölt úr nagyon jól tudja. Feleljen! Hogy meddig tartott igen. A 30 éves háború? Igen, igen. Megvan! 7 méter, 8 deka, 7 méter! 7 méterig tartott! Lehet, hogy tévedek, legfőjebb nem sikerül a vizsga. Kérem vissza az iskola pénzt! Nagyon helyes, jól válaszol. Na de kérem. A válasz helyes volt. A jelölt úr ugyanis bebizonyította, hogy nem felületesen gondolkodik, hanem alapos komolysággal foglalkozott a kérdéssel. A legújabb kutatások szerint ugyanis... értjük, ne is tessék folytatni, nagyon egyszerű. A legújabb kutatások szerint ugyanis az idő éppen úgy valóságos dolog, mint a tér és az anyag. Atomokból áll, összefüggő egészet alkot, tehát mérhető hosszmértékkel. Ha egységesítjük a mérésrendszert, kiderül, hogy egy méter hosszmértékben egy évnek felel meg, 7 év tehát így 7 méter. És így a 30 éves háború szigorúan véve és alapos megfontolással csak ugyan 7 évig tartott, és az mindjárt kiderül, ha... Ha tekintetbe vesszük, hogy a napnak a felét, azaz
12 órát le kell számítani ebből az időből, melyben egyáltalán harcról szó lehet. A 30 évből csak 15 év marad, de azt se töltötték folytonos háborúskodással a harcosok, mivel enni is kellett, ami körülbelül napi 3 órát vett igénybe. Itt a 15 év csak hamar összezsugorodik 9 és félre, és ha ebből még elveszik azt az időt, amit pihenéssel és békés foglalkozással töltöttek a harcosok, hajszányi pontossággal... Kijön a 7 év, úgy van, amivel a vizsgázó megjelölte a 30 éves háború tartamát. A válasz tehát kitűnő, indítványozom, hogy történelemből jeles minősítése levesszük át. Jeles, úgy van. Ilyen kisasszony írja, történelem jeles. Na megálljatok, csirkefogok! Elég. Következik a fizika vizsga. Hát... Na mi lesz? Tessék kérdezni! Én nem érek ám rá sokat veszekedni veletek. Különben is már jól emlékszem. Te vagy a Pemete. Tudod, hogy hívtunk téged a hátad mögött? Fülbemászónak. Mert a füledet mindig úgy piszkáltad, mint most. Csönd legyen, nem rögelek. Tudod, ki ragasztotta a tintatartót a fenekedre, amikor orra buktál a katedrán? Én maga! Bizony, csak ne kérdezz, valami nagyon-nagyon nehezebb. Nagyon kedves, nagyon kedves. Hát, méltóztassék megmondani, vizsgázó úr. Nézem ki az ablak, hogy a templomtorod valóban kisebb. Ha elmegyünk tőle messze és visszanézünk, vagy csak optikai csalódásból lesz-e kisebb? Ha micsoda buta kérdés az? Hát honnan tudjam én azt? Ha oda megyek megnézni, akkor megint nagyobb lesz. Ahhoz, hogy megnézem, hogy nagyobb lesz-e, ahhoz meg oda kéne menni, de akkor meg már nem kicsi. Szóval ugye? Marhát kérdeztél, te ló! Ez a válaszom. Ez a válaszom? Rendben van, nagyon helyes válasz. A lóról azt mondják, hogy... Azt mondják, hogy mosuljon a ló, hogy a fejének térfogata folytán erre alkalmasabban van berendezve. Na már most... Mi van meg, te szerencsétlen te? A válasz helyes. Miért busul a ló? Általában miért busulunk rendszerint? Valami csalódás ért bennünket. De milyen csalódás érhet egy olyan primitív szemléletű lény, mint egy ló? Csak is érzéki csalódás, hiszen képzetei nincsen. Ez az érzéki csalódás pedig csak optikai lehet, hiszen a ló a távol levő tárgyakat kisebbnek látja. Közvetve tehát a jelölt úr egész helyesen válaszol, ne állapítván, hogy a ló busulása, vagyis optikai csalódása arányban áll a tárgyak látszólagos kisebbedésével. A tárgy, ebben az esetben a templomtorony, látszólagos kisebbedése, tehát optikai csalódásnak tulajdonítható. A válasz helyes, indítványozott, hogy fizikából jeles eredménnyel bocsásson át. Helyes, fizikából jeles. Tiltakozom! Elég. Következik a földrajzvizsga. Mini, picege póresz. Hogy vagy, picege póresz? Tessék. Na megállj csak, te villókötő. Te írtál be egyszer az osztálykönyvben. Na megállj csak. Most aztán jó kívánok veled. Szíveskedjék megmondani, jelölt úr. Megmondom én, öcsém, meg én. Nagyon utáltunk téged mindannyian. Szíveskedjék megmondani, jelölt úr, mi Arad megye hason nevű szép helye. Hát micsoda buta kérdés ez? Hát benne van a válasz. Na ugye, tehát hogy hívják ugye? Ha hason nevű, akkor hasonnak hívják, kérem vissza! A válasz helyes volt. A jelölt úr tudnélik egy kicsit sejtít.
azt akarta mondani ugyanis, hogy haszon. Haszon. Már most, ha ebből a szóból, hogy haszon, osztják nyelven, annyit tesz, mint régies maradi, és elhagyunk egy bötűt, arad maradi. Akarom mondani, marad aradi. Vagyis arad, a válasz helyes volt. Tessék átengedni földrajzból. Helyes, múzza kisasszony írja, földrajz éles. Konstatálom, a vizsgázó eddig jeles eredményekkel ment át a tartárgyakból, már csak a matematika vizsga van hátra. Ha azt is megúszta, átengedjük. Jobban össze kellene szedni magam. Mimi, malac pofa kisasszony, mert téged malac pofának hívtunk. Szedd össze magad, te is, aki akarsz rajtam fogni, mert én előre kijelentem neked, hogy 2 × 2 = 5, és amit te mondasz, az nem szoroz és nem osz. Továbbá a 3-as szabály egyenlő az anyacsavarral. 8 alma és 2 libacomb az 36 mákos rétes. Ezek után szeretném még látni, hogy fogok levizsgázni matematikából. Matematika, matematikát. Jobb lesz, a kijelentett, hogy nem készültél, és kénytelen vagy megbuktatni. Kérem, őrizzük meg a vizsgálatosságát. 2 kérdést fogok feltenni. Egy könnyebbet és egy nehezebbet. Egy könnyebbet és egy nehezebbet. Te csak a régi vagy, malackpofa kisasszony. Emlékszem, ahogy egyszer felrajzoltunk téged a táblára. Fürdőruhában, ahogy második Józsefnek egy üveg hashajtót nyújtasz át. A könnyebb kérdés. Ha egy 9,5 kilométeres gőzhenger sugarának a meghosszabbítása 8 millió és 2/3 mérföldnyi távolságban metszi a Sirius csillagnak a naptól való távolsági együtthatóját, kérdés. Hányszor foglaltatik egy a gőzhenger felső lapjával egyenlő területű 109 oldalú sokszög befogója annak a kataszteri hivatalnoknak a havi fizetésében, akit 25 évvel ezelőtt elhagyott a felesége egy huszárfőhadnagyja? De kolléganő! De kolléganő! Igazgatóasszony, kérem, tessék csak hagyni! Szabadna még egyszer a kérdés? Nem lehet. Vagy figyelt, vagy nem, vagy tudja, vagy nem, tessék valamit felelni, mert ha nem tudja... Hát persze, hogy tudom, hát meg is mondom, 2629 liter! Tudom, hogy jól feleltem, tudom, hogy magának jól feleltem. Nem. Rosszul felelt. 2029,1 liter, és nem 29. A vizsgázót nem bocsáthatom át, kénytelen vagyok megbuktatni. Na ugye mit mondtam? De kérem, tanárnő! Sajnálom, egy teljes tizedes történet tévedett, megbukott. Kérem vissza az iskola pénzt. Nézetem szerint a jelölt kérése jogos. Miután meggyőződtem róla, hogy nem tud annyit, mint amennyit kellene, joga van a befizetett iskola pénzt. Úgy van. Vissza kell téríteni. Úgy van. Azt hiszi. Feltétlenül. Ez egy magániskola. Mi vagyunk a felelősek érte, hogy az intézet hírnevén ne essen csorba. Mennyi is jár önnek, Vassel? Hát ugye, én összesen 6 évig jártam ide, fizettem az első 3 évben 4 évenként 150 koronát, az összesen 4400, a második 3-ban fél évenként 600-at, az 5965 korona 95 fillér, érettségi díjokmányokkal és kérvényekkel 6905 korona, összesen 7608 a fillérek leszámítására. Pontosan? Pontosan. Mérget vehet rá. Úgy van. Az összeg pontos. Gratulálok. Ez volt ugyanis a nehezebbik kérdés. Kérem a vizsgázót számtamból is átengedni. A könnyebb kérdésben valamit tévedett ugyan, de a nehezebbre, hogy mennyi járna neki, ha történetesen megbukott volna, ragyogóan felelt. Wasserkopf úr valóságos zseni a számolásban. Kifogtak rajta! Ezennel kihirdetem a vizsga eredményét, Wasserkopf úr. Álljunk fel, legyen szíves! Jeles eredménnyel tette le a pótvizsgát, és ezzel igazította azt a bizonyítványt, amit annak idején adtunk neki.
fogadja mindannyiunk szerencse kívánatát, amikor közöljük, hogy semmi követelésünk nincs egymáson. És most, hogy tudásáról és képzettségéről meggyőződtünk, marsz ki, te szemtelen csirkefogó! Na megállj, te szemtelen! Még hogy te nem tudsz semmit! Mindig ilyen kimasz voltál, jól emlékszem rád! Marsz ki! De tanár úr, kérem! Disznó azt meri mondani, hogy nem tud! Még hogy én a fülemet piszkálok, arra kell, hogy neked tint a tapok! Nem én voltam, a Mayer volt! És viceget! Órász! Nesze! És beírom az osztálykönyvbe is, marsz ki, csirkefogó! Malacpofa kisasszony, maga csirkefogó és közönséges zsaroló, marsz ki! Kezeiket csókolom, kérem szépen. Megyek, fölhasználom a jó képbizonyítványomat és a képesítésemet utcaseprőnek. Szereposztás következik. Titkárnő László Zsoltné. Történelemtanár Csák Dániel. Fizika tanár Varga Gábor. Földrajz tanár Lenner László. Számtan tanárnő Grünczeizné Józsa Zsuzsanna. Igazgatónő Szalai Gyöngyi. Wasserkopf. Méltényi Attila. A darabot rendezte N. Horváth Erzsébet.